Sziasztok, Judit vagyok, és ma szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan készül nagyon egyszerűen egy ilyen fülbevaló akasztó, pusztán egy ceruza segítségével. Lássunk hozzá. Szükségünk van drótra. Én többnyire 0,6-0,8 mm-es drótból készítem a fülbevalót, ez ideális vastagságú ahhoz, hogy ne vágja a fület. Egy drótvágót használok, egy fogót, egy ilyen kúpos végű fogót, illetve szükségem van egy ceruzára és egy reszelőre, hogy a végét majd megreszeljem. A fogóval a drót végére egy egészen kis húrkot tekerek. Ez az a rész, ahova az akasztóba majd a fülbe való csüngő része fog kerülni. Ezután veszem a ceruzát, és a drótot pusztán egy határozott mozdulattal köréje tekerem. Így. Ezután a drótvágóval méretre vágom, és én meg szoktam reszelni egy kicsit a végét, hogy ne karcoljon, amikor beakasztom a fülembe. És egy picit megigazítjuk, ha elcsavarodott volna. Hogyha szeretné tovább fokozni, akkor a fülbevalónak ezt a felülső részét egy picikét meg lehet kalapálni. Ez egy vékonyabb drótnak egy kis erősséget, jobb tartást adhat. De végtére készen vagyunk az akasztóval. Remélem, hogy hasznosnak találtad a videót, és találkozunk hamarosan újabbal. Szia, viszlát!